Hello. Hello, sziasztok! Hello. Ugye jól tudom, hogy ezt hívják Ferenci sziklának. Igen. Ferenci. A tábla már nincs rajta, de... Azt nem nézem, hogy nincs ott már, igen. De nem mi voltunk. Ah, már nagyon rég nincs ott. És ki lehetett az a Ferenci úriember? De ugye valószínűleg egy személynév. Igen. De nem tudom. Aha. Tehát egy ilyen ellennyavallatom van, hogy az biztos nem. Tehát nem a József von. Ja, már mint a karmester? Nem. Ki a Ferenc? Ez egy ilyen Kecskemétről elszármazott média guru volt itt a rendszerváltás környékén, és haza is települt. Nem is hallottam, bocs. Őre nem is gondolnék. Igen. Az Axel Springernek volt a hírszállítója, tehát ilyen euró... De ez háború előtti név. Tehát persze. Tehát azért mondom, őt úgy hívták, hogy Ferenc. Azt nem tudtam. Igen. Elterjedt információ. És jól tudom, hogy itt valahol a Pilisben van egy ugyanilyen szikla, ami ugyanilyen lábakon áll. És pontosan ugyanilyen formájú. Azt hívják Ferenci kettőnek. Azt meg én nem tudom mondani. Igen? Prédikálószék alatt. Hát a prédikálószék... Így van. Ott ugye a vadára kövek. A vadára kövek, és akkor a mögött, illetve nem is mögött, attól balra, lefelé le kell menni egy olyan ösvényen, ami nagyon be van már nőve. És ott van pontosan ugyanilyen apró köveken áll, mintha ilyen betondarabok. Hogy ilyen összelene habarcsodva ugye a kő. Igen, ez egy nagyon árulkodó, olyan éles, mint a vágták volna. Igen, tehát nem, ez egy különálló szikla, és a vulkánikus törmeléken áll, és van egy ugyanekkora, ugyanilyen formájú, ott a másik oldalán a prédikálónak. Majd egyszer kinyomozom. De ezt még fényképet is... Legközelebb ott találkozom. Igen, fényképet is láttam róla, tehát nem csak egy legenda. De én nem tudom azt, tehát arról nem tudok. Aha. Ezt a részt, ezt a vadálló kövek felül, de a másik oldal tehát igen. Tehát még csak nem is a toronytól, az új toronytól kell felé menni, hanem vissza kell menni a Hubertus kunyhóig, és onnan lehet megtalálni állítólag. Most már majd kinyomozom. És akkor ott volt az a bizonyos tábla. Igen. Hát kár érte, de hát így sikerült. Reméljük nem a részgyűjtők vitték haza. Hát, mivel az is ilyen háború előtti lehetett, sajnos bármi előfordulhat, igen. Szerusztok!